Welcome to a new era for Formula 3. We have talented drivers and some of the best teams in motorsport. Five red lights in Barcelona. Armstrong trying to go three wide and take the lead from third position. So close between the two of them. And the first race of the season belongs to Lundgaard. This is extraordinary. Lundgaard has been penalised. Please someone tell him. Robert Schwartzman has taken victory. Phipps getting the DRS pass to move up to second.
wins in Formula 3. Welcome to Le Castellet. It's a unique location and an exciting track. And we're underway. Good start for JQ's. Cars all over the road. Collided, round goes Hughes. Oh, sorry guys. Duke's trying to steam around the outside. PK looks like he's going to hang on to third. James Arruvola wins his second race in a row. Oh, there's a stall there. I'm a pensioner. Schwartzman could be about to take two cars on the straight. Can Schwartzman take the lead of the race? Yes, he can. Robert Schwartzman wins at Le Castellet. That's how we do it. It's a fantastic setting for what we hope will be a brilliant race. Side by side for the lead. The Futuro's down the inside to take second place. Oh, that's reckless. Oh, it's close to off the road. He is out of the final corner. Yuri Vips wins his first race of the season. Man, that feels good. Oh, Pironi and his teammate there. Fantastic racing between the two Premiers. Let them fight. Something will happen. And they make contact. They both locked up. You completely cut me. It's not how you race. Schwartzman has been given a 5-second time penalty. It's time to get the racing underway at Silverstone. It's a three-car battle for the lead. Arruvola and Armstrong, nothing between them. And for the second time in Formula 3, Yuri Vips wins. This could be some move from Paul Cini. That is special stuff. That's going to be contact, and it is. Side by side, and Lawson clings on brilliantly. Oh, PK's collided. PK spins. That was always the risk. Leo Pulcini crosses the line to win at Silverstone. Welcome to the start of the second half of Formula 3. Looking for third position. Oh, he's forced his rival into a mistake. My front tires are really bad, mate. Christian Lundgaard comes out of the final corner to take the checkered flag. Yes, boys! It's an ART 1-2. Side by side for the lead of the race. Pulcini thinking about it. They bang wheels. Oh, did they make contact? They did. Schwartzman paying the price. Vips is taking his championship rival. Marcus Armstrong brilliantly wins in Budapest. Welcome to one of the best circuits on Earth. And we're underway. Arruvola down to second. PK takes the lead. Schwartzman gets the move on his championship rival and teammate. Oh, so close to contact. Winning in Belgium, Pedro PK. We remember today a brilliant driver in Antoine Hubert. Tsunoda late on the brakes. Schwartzman is on for his seventh podium of the season. Marcus Armstrong crosses the line to win in Belgium. That's one for Antoine. Welcome to Monza in northern Italy. Lights out and underway. Three wide, extraordinary racing, and now for sure, the lead changing three times. Monza is putting on incredible racing action. Oh my goodness. Very disturbing crash. And that is so good to see.
Robert Schwartzman is going to cross the line. Hughes straight up into the lead from third position. Oh my word, he couldn't see anything. Nicely done, Richard Vasseur. Tsunoda's never won a Formula 3 race, but he's taken the lead now. Yuki Tsunoda wins in Formula 3. Thank you very much. He's on home soil, and if he converts his grid slot into victory, he's the champion. Good getaway for Armstrong. Armstrong now has the inside line. Can he get it slowed down? No, he can't. Robert Schwartzman into the lead of his home race. Armstrong thinking about the late move. Armstrong going for it. And what a moment for Robert Schwartzman. You are the Formula 3 champion. Bravo. We did it. We did it. I'm really proud of my team. They did an amazing job. Yeah, I'm speechless. I mean, I'm so happy. The final race of the Formula 3 year. Yuri Vips wins in Sochi. What a season of Formula 3 it has been. Sziasztok, kedves Simco Facebook nézők, köszöntelek titeket nagyon sok szeretettel. Formula 3-as bajnokságunk utolsó előtti fordulója következik, helyszínünk Bahrein, nagyon izgalmas, és hát számomra az egyik talán a legkedvesebb, illetve hát a kedvenceim közé tartozik ez a pálya mindenképpen. Nagyon jó ívei vannak, lehet többféle előzési pont is van. Ebből ugye a hétvégén majd Formula 1-ből fogunk majd látni versenyt. Most mi Formula 3-mal fogunk száguldozni. Egyetlen egy verseny, ugye 42 perces. A bajnokság állása a következőképpen alakult. 10 pont előnye van Pintén Rolandnak, Marek Godek előtt. Utána 2 ponttal van lemaradva Kis Barázs. Ők hárman ugye a bajnokság szabályzatának értelmében 30-20, illetve 10 kg súly büntetést ugye visznek magukkal. Utána a legeredményesebb, legkönnyebb Tim Gábor, Füzi Marcel, Kis Dániel, Jó Magam, Cseh Tamás, Egervári Gergő, Cimer Gábor a top 10. Azt hiszem, most talán sikerült valamit az autónak a beállításaiban találni, kedves csapattársamnak köszönhetően, úgyhogy várom a versenyt, mert szerintem jobb esélyem lesznek, mint az előző futamokon. Persze meglátjuk, Imolában ezelőtt, vagy 2 héttel ezelőtt volt ugye a fordulónk. Hát ott nagyon sok utólagos büntetés volt, nem is az nyert, aki a lelet intve még annó ugye a hétfő este, úgyhogy igen, változatos. És ugye az érdekes, hogy éjszaka lesz az időmérő, holott a verseny meg nappal. Hogy miért van ez így, nem tudom. Ez a sötét van. Olyan sötét van, nem? Esti az időmérő. Esti? Aha. Úgy van beállítva ez a hülye pálya. Ezt kérdeztem. És a... Meg... Délután egyre. Délután egyre van állítva a szerverem. Jani tesztelt? Tehát nem, most néztem meg. De szépek a fények. Hú. Javítva lettek a fények, nem? Igen. Mondjuk így is... Azért... Kicsit bántja a szemem. Igen. Érzem én is. Tudom. Nagyon szarí. Hát úristen, mi valami lámpaerdőbe mennél. Lámpabolt. Ja, igen. Ilyen, neked nem lesznek SP-s problémáim? De. Hoppá. Már vannak. Hát, ez trik. Hú, a hátsó egyenest nem látok, az. Végtávon. Az igen.
Hú, azt a mitait! Na jó, ez kemény. Nem. Hú, ez erős, nagyon erős. A második DRS zónában durva. Jó, hát mindenkinek ugyanilyen rossz. Nekinek van egy forma gépe. Jó. Hossz a minden... Fele kanyart nem látom. Na, csak a izék, más első DRS zóna szar. Vége. De ott nagyon. Hát egy tempkár előttem, és így villamott a sötétben. Ja, nekem is. Gyenge köridőt jöttem. Ilyen időt tudtam, nem? Hogy emlékszem? Erős köröm vagy barna? Nem. Sose vagyok gyorsan. Úgyse látom a fékpávot. Holott a fékpont. Jó, ez is csak a lesz. Nem tudom, mit, miért van ilyen... lassú köröm. Na, köszi. Thank you.
Basszus. Hát nem vagyok egy esti menő eddig. Több mint egy másodperce vagyok lassan. Mind nappal. Rossz, ezért nem látok. Tök jó azért. Nagyon hátrány. Nem tudom, nem tesztelték, vagy én nem is tudom. Valami effektet ki kéne kapcsolnom, vagy nem tudom. Dombra fel balosba, ti mit láttok? Mert én konkrétan semmit, már visszavettem a grafikát. Semmit nem segíted rajta. A post effektet vedd le. A konfigon. Akkor jobb lesz? Én mindent látok. Komolyan, engem abszolút az orr. Vissza fényt látom. Végre valami előny. Csak szar a gépen. Az igazi férfiak nem veszik le. Nem vettem le. Ja, ez igaz. Hozzá refette le magától. Átállította magát. Yeah.
Na, jó van. Még fél másodpercet mondjuk hozzon kell. Kerek egy másodpercet kapok. Hogy kilépek, mert ez nem járja. Mindjárt visszalépek, tudom, hogy nem látok semmit. Azt mondja, hogy... És hogy nektek mikor tölt be? Rikta 10-el mit, ugye? Na. Ja, de hát a világomat nem tudom. Azt mondja, hogy nem jöttem tök jobbat. Itt a csúnyább lenne. Nyilván mivel levettem. Az FPS az több. Talán. Na nézzük. Nem. És más?
Első kanyarba, igen. Köszi. Én is. Nincs tapadás. Ötödik hely, az igen. Az előttem lévő 167 ezredre van, utána viszont már 382 ezred, az nem hiszem, hogy meg lesz. Mögöttem 32 ezredre, szép.
Jó, de jó lesz. Nagyon jó, negyedik hely, 342.000-re vagyok. Előttem lévőhöz még egy másfél tizedet kéne javítani. Szoros itt elől. Serbán, Norvi, Kis, Dániel, Marengodek. Elengedtük a gyors körön lévő versenyzőtársat. Jó, akkor még utoljára majd kijövök egy körre. Várok egy... még egy fél percet. Az nagyon jó most ez a setup. Gyors körön vagy, Gabi?
Nem. Fördült a magyar fiú. Mennyit fagyasz? Hát... Hello, Levente. Köszi. Hány kört számoltál? Várja. Hát 42-es. Ja, számított, de elcsesztem. Szóval 6 kör. Nem? Sok. Elvezetővel együtt? Aha. 42. 60. Hát, az elég lesz. Még 41-es idővel is. 25 kör, felvezető 26-tal. Ja. 72 kör. 3-at, már ilyen, 3. 3-at fogyasztok a softból. Bassza meg! 20% halad. Szóval biztos, hogy jó. Grat. Kis Dániel megnyerte 31 ezeret, de nőzze meg Serván Norbertet. Godek, Marek Godek, Szentpéteri Peti. És utána jó magam. Jaj, ki van itt mögöttem? Nézd, a kedvenc pilótám. Oh. Jaj, Gabi. Hordtad itt tankkel? Hát ne, 72-t. Ja. Jó, hát ez ennyi biztos. Hát ebből nem is tudom, ez is egy 50-esnek jó lesz.
azzal a gumival megyek. Még jó. Hát azért a 15. helyhez képest, ami jó lába volt, az 5. helyhez, igen. De az autó is sokkal jobb, hozzá teszem. Na most jól néz ki a naplementébe. Vagy mi ez? Körbe mentél már? Hát, még nem, teljesen. Hát se egyenesbe kíváncsi leszek, ott mi lesz? Téktávon. Hány liter kell akkor? Én 72-t számoltam. Téktáv ugyanúgy szar. Hát szép meg szép, csak az FPS-nek teszünk. Most csináltok már képeket. Nézd vissza a streamemet. Jól néz ki. Ja, tényleg. Hol lehet visszanézni, Jani? Csak Facebookon közvetíted? Igen. Hát meg van YouTube közvetítés is. Igen. Jó tudni. Az a külsős. Igen. És ott milyen néven vagy? Nem én, hanem van egy külön csapat. Van így csinálja. Van egy csapat. Így a Matyja élőben. Röööö. Versenys ilyen fejlészanyag között lesz? Hát délután egykor lesz. Akkor ja. Meg lehet este, Jan. Hát egy van beállítva a szerveren mindig, tehát azt tudja, hogy ez most mit csinálja ez a pálya. Hát most 5.48 van. Jó, de a magába a multiplayerbe egy van beállítva. Ja. Hogy akkor legyen. Ja, akkor az esti időmérő nem is volt tervbe? Hát ezt a pálya felülír, tehát most... Alternatív szer volt. Neked is meglepi volt. Hát annyiból nem, hogy ránéztem és meg kipróbáltam, de ennyi. Ez csak sötétebb lesz szerintem. Mi? Hát a fények. Nem, világosabb van. Mert hogy a versenyre, meg verseny végére sötétebb lesz szerintem. Hát időgyorsítás nincsen. De szép volt. Hány kör számoltál? 26 felvezetővel. Oké. Még 75-tel. Ja, várjál, akkor 76. És akkor plusz egy kör. Szerintem is este lesz a verseny, mert most délután van. De 5.
Mindjárt 6. Nekemnél a kocsik villognak, tehát ön is amit nem villogott volna. Nekem is volt már olyan. Nekem ennél jobb nem is kell, kész. Sikerült körbeautózni a Janit. Hát, legalább tudjuk, hogy nem kell DRS az előzéshez. Tényleg attól félek, hogy így a 15. helyről ez volt a fénypontja a mai napomnak. Nem biztos. Célegyenesben nem volt annyira durva a DRS, mint Imolába. Vagy később nyitottad, Jani? Hát Imolába nem, az időben. Sok hosszabb volt a DRS zónak. Jön a verseny. Ütők. Hát azért 50-50 azért csak elég, nem? Jó. 50-50 elég? Négy fékre? Ja. Hát 80-at raktam a féket. És a motor? Az 50. A cooling, az a hűtés most, igaz?
Vagy lehet Amerikó se tudja, azért választja az 50-est. Ja. Sima napfény. Hát egy 60-nak erének kell lennie szerintem. Na jó. Ez Bakrein, de ilyen 70. És az a jó, hogy ilyen körülmények között már elég rég mentünk. Mármint lement egy időmérő, egy warm-up. És nem találod a fake pontokat. Hát nem. Majd megy, te vagy előttem, majd megállok rajtad. Jó. Na, Tim Gábor, füzimalcel. Jó, szép bagázs. Megöttem. Kis Serben, Godek, Szentpéteri, Egyvárdi, Tém, Füzi, Szűrs, Lipák. Sose indultam Formula 3 bajnokságunkban. Izgi lesz, úgy érzem. Szurkoljatok. Élvezzétek a versenyt. Hamarosan elrajtolunk. Na, hajrá! Köszönöm, Levente. Ez mi volt? Hát a srácok egyenesbe. Ó, bassza meg. Mit csináltatok? Van a gyors kanyarba is egy-két crash. Ó, a szép volt, Kami. Meg, rohadjon meg. Összetört? Hát persze letört a szárnyam. Nem hiszem el. Azért nőgyen jó lesz.
tökömmel mentek ti. Jujjujjujj. Tim Gabi. Bassza. Gabi. Az elszá. Iiii, micsoda csata van itt. Hát ezt benéztem. Meg vagy, Peti? Meg, meg. Csak figyelsz. Sajnos veszem. Elrontottam nagyon. Szus. Most a legkeményebb keveréken. Ez jó lesz, ha csak hátrafele bukdácsolok. Az gyönyörű. Honnan dobod be?
Gyere, kerülj ki! Úristen, ketten is. Kevés lesz. Az vagy végöte is jönnek. Hányat hozol még magaddal? Nézem bárkit is. Ki is egyenesítette inkább a kormányt. Hát... ügyes. Legalább kuka lett a futóművel. Közelebb kerülni. Jaj, ne! Ne!
Marci! Ó, Istenem! Hát ez jó volt. Jó. Ez ilyen szerencsétlenséget. Ajaj, rossz tábla. Az igen. Hát ez... mi van itt? Tehetséges vagyok. Hogy csinálják? Valami miatt azt írja ki, hogy még egy ugyanilyen IP cím van a hálózaton, de nincs. Asszony? Nem, ez Windows. Találom a versenytempót.
aztán. Na, csak meg fog kerülni. Nagyon befékeztél. Balra, nálam. Mármint a billentyűzeten? A kormányon? Vagy a billentyű? Hát az a gomb, amin a... Nekem így sikerül, ez csak bevenni. Pitzmeniben balra csökkentés van. Ja, aha, oké, köszi. Nincs mit. Thank you.
tért a szárnyam? Nem, a gumi volt hopa. Ja. De nem az is a végtől, vagy attól? Nem már előttem. Uh-huh. Ja, mert keresztbe tűzte valahol. Ez gond. Igen, igen. Most komolyan bemozog szerint. Ez, hogy mindenki DRS-t kap. Most meg lesz.
Jujj, de szép! Jujj, de szép! Most leszek bajba. Hát ezenre lesz. Marci, adj egy kis DRS-t. Tudom, most egy darabig nem kell félni. Gumi? Hát nem valami szépen. Nem direkt engedtél el? Nem. Fél másodpercet kéne hozni rajta.
Bocsánat a hangokért. Jól el. Hoppá, hoppá, rontott. Nagyon jó. Csak kezdenek elfogyni, egyre tükkösebb gázra lépni. Jó. Hú, a szép volt. Szaftú én vagyok. És ez még nem fogyott el? Felénél járok. Felénél? Mi? Ó. Ez hogy? Na miért nyomjál felénél? Igen, nekem is. Teljesen elrontottam. Hát
Köszönös. Menjél csak! Jaj, eratom! Nem fog előzni. Már szép lesz. Szép volt,
nem nyithatom a DRS-t. Kis Dániel megnyerte a futamot. Szentpéter, Tindajáró, harmadik, Serbán, Norvi, Godek elsőt. De ez izgi verseny volt, kár, hogy mennyi gumi maradt, 25%. Ez még jó. Igen, utolsó körbe elbasz. Mindjárt itt a pöskvel. Ez van. Spon nem tudlak megelőzni, nem hiszem el. Baszki. Így volt kiszállni. 5 méterre nyithatom a DRS-t. Igen, egy versenyen először. Bazd meg, nem hiszem el, komolyan. Első vonal volt? Igen. Ez meg honnan számolta a DRS-t? Hát a vonalaknál. Hát a melyik? Hát kettő volt. Te hallod, a célegyenesben egy másodpercen belül voltam és nem kaptam. Ne, a célegyenes előtti féktávon kell ott menni. Ott van egy vonal. Na, mi volt itt az elején? Baj. Hát. Én csúsztam neki valakinek, bocs, csinál. Sziasztok! Cső! Hát ez? Cső! Hát jobb oldalról jött valaki. Mi volt az a? Kicsit balra húztam. Hát neki értem valakinek. Ja, nekem jöttél. Ja, neked mentem? Aha. És akkor csinált meg, te jöttél belém, ahogy forgattam. Hát ott nem nagyon tudtam mit csinálni. Aha. Ja. Áááá, basszus! De hát figyelj egyébként a srác, hogyha azt nézed, a pályán kívül előz. Ki? Szücs... Szücs Ádám. Jó. Nem várjuk meg a tiszteletkörömet. Hát, az egész versenyt elfogadtam, hogy egy kurva autót nem láttam. Tudom milyen érzés, nem a legjobb. Hát, remélem azért jól éreztél, hogy jól szórakoztatok, én legalábbis. Igen, egy hét múlva a VTCC-vel folytatunk helyszínünk, Salzburgring lesz, tartsatok akkor is velünk. További szép estét nektek, illetve szép hetet, sziasztok! És Form 1-et nézzétek hétvégén! We'll be right back.
a punk like you. It's all about humanity.
about humanity. We'll be right back.